Élet a zagytározók árnyékában címmel tartott lakossági fórumot a Jobbik Ajkatosok Berénden. A település rész az ajkai Timföldjár szürke és vörösi szabtározói mellett fekszik, melyek egészségre káros hatásait évtizedek óta viselik az ott lakók. Problémájukat mégis elhallgatják. Kepli Lajos, az iszapkatasztrófát vizsgáló parlamenti bizottság jobbikos elnöke, Ferenczi Gábor országgyűlési képviselővel közösen látogatott el az érintettekhez. A lakossági fórum célja a helybeliek tájékoztatása volt a vizsgálóbizottság által feltárt, őket érintő káros környezeti hatásokról, melyben élni kénytelenek. Az elmúlt évtizedekben ugyanis a térségben mintegy 50 millió köbméter erőművi szürkesalakot helyeztek el, melyből többek között a vörösi szabtározók falai is épültek. Ezen anyag radioaktív sugárzása bizonyítottan többszöröse a Föld természetes háttérsugárzásának, azonban a mérések szerint az egészségügyi határértéket nem haladja meg. A Jobbik politikusai rávilágítottak arra, hogy a fő probléma nem ezen anyag sugárzásában rejlik, hanem a porzásban, mely évtizedek óta terheli a térséget. Ez folyamatosan teríti be Ajkát és a Torsok Belindet, Padragot, meg hát egész Ajkát, meg attól függében milyen a széljárás, a másik irányba is Kolontár, Devecser. Tudni kell ugyanis, hogy a porban a radioaktív elemek mellett nagy mennyiségben vannak jelen olyan nem sugárzó anyagok, nehézfémek, illetve ezek oxidjai, melyek erősen mérgezőek és rákkeltőek. Ezek felelősek lehetnek a környék rákos megbetegedéseiért. Azok az urak, akik azt ugye mondják, hogy nem, jöjjenek ide, ha itt vegyenek házat, azzal a tudatra, hogy itt áll, van itt körülöttünk. Köszönöm szépen. A fórumon a helyi lakosok is szót kaptak, akik megerősítették a vörösi szap, illetve a szürkesalak porának jelenlétét a település részen, illetve aggodalmaikat fogalmazták meg az elöntött területekről feltakarított iszap miatt, melyet jelenleg az ajkatósok Berénthez közeli tározók tetejére hordanak vissza, amelyek szeles időben erőteljesen porzanak.